További jó estét kívánok minden kedves vendégünknek, kedves közönségünk. Tavaszi irodalmi gálaestünk második részét egy beszélgetéssel kezdjük, amelyre Vashegyi György Liszt Ferenc díjas karmestert, a Magyar Művészeti Akadémia tavaly novemberben megválasztott elnökét kértük fel. Beszélgetőtársa Mezei Katalin költő, az irodalmi tagozat vezetője lesz. Nagy tisztelettel kérem őket, hogy legyenek oly kedvesek színpadra fáradni. Én is jó estét kívánok mindannyiuknak, és nagyon örülök, és szeretettel köszöntöm itt körünkben Vashegyi György elnök urat, akitől tulajdonképpen azt szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt esztendő egy olyan változást hozott az életében, hiszen ő a barokk zenének a specialistája, karmester, alapítója egy nagy sikerű énekarnak, és egy híres, hírnevet szerzett zenekarnak, az Orfeónak és a Purcell kórusnak. És ezek után egy olyan pozícióra kérték fel, és vállalta el a jelölést, ami azt hiszem egy új szint hozott az életébe. Az a koncepció, amelynek túlnyomó többséget szerzett, sikert aratott, az motoszkál bennünk, hogyha lenne szíves elmondani, hogy mi is az az elképzelés, ami erre a pozícióra egyrészt hát a felkérés elfogadására indította, másrészt hát őszintén bevallva a művészeknek annyira tetszett, hogy szeretnénk részesedni ebből a tevékenységből, hogyha erről beszélne. Jó estét kívánok én is mindenkinek, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a kérdést. Tulajdonképpen arról van szó, egy évvel ezelőtt valóban nem gondoltam volna én sem, hogy semmiképpen sem, hogy ma itt fogok állni. Ilyen helyzetben is erre a kérdésre válaszolhatok. Amikor június közepén egy akadémikus barátom, aki egyébként nem zenész, megkeresett azzal az ötlettel, hogy esetleg elvállalnám a jelöltséget, hogyha ő engem elnöknek jelölne. Ugye egymást jelölhetik az akadémikusok, jelölhetnek más akadémikusokat tisztségre a tisztújításnál. Akkor hát finoman szóval nagyon meglepődtem, majdnem belehajtottam az árokba. Egy vezetés közben történt ez a beszélgetés. Szerencsére nem történt eddig nagyobb baj a dologból is. Akkor elgondolkoztam a dolgon. Úgy van, hogy többfajta művészi attitűd van, azt hiszem, ha szabad így fogalmaznom, eleve hát többféle művész is van. A mi akadémiánknak az egyik nagy előnye és szerintem gazdagsága, hogy, és ezt önző szempontból is mondom, hogy alkotó művészek mellett előadó művészek is tagjai lehetnek az akadémiának, különben én sem lehetnék itt. És a többfajta művész van, én teljesen meg tudom érteni azt a fajta elsősorban alkotó művészt, akit a saját alkotásán és annak a munka folyamatán kívül semmi a világon nem érdekel, és nagyon sok nagy remek mű és nagy művészi életmű azt hiszem így születik. Az én műfajom karmesterként, zenekar és kórus alapítóként, egyébként a Purcell kórus, amelyet alapítottam, most volt 3 nappal ezelőtt volt 28 esztendős. Tehát napra egy idősek vagyunk teljesen véletlen módon az 1990. május 1-én alakult első szabadon választott országgyűléssel. De nagyon érdekes, hogy én viszonylag fiatal embernek érzem magamat néha jobb pillanataimban, de igazából ezzel együtt az általam alapított Purcell kórus és annál egy évvel fiatalabb, tehát most még csak 27 éves Orfeó zenekar, mindkét együttesem idősebb a Magyar Művészeti Akadémiánál egyesületi formájában is. Tehát nagyon sok tapasztalatot szereztem abban, hogy meglehetősen individualista művészekkel hogyan tudunk mégis közös nevezőre jutni, ami tekintetbe véve a magyar nép szerintem legendás együttműködési készségét nem mindig kis feladat. Néha látom már azt is, hogy a zenészek tulajdonképpen egészen fegyelmezettek, de hát rá is vannak ebben ki, erre kényszerítve, hiszen együtt kell dolgoznunk, és össze kell hangolnunk, és alá kell rendelnünk egymás személyiségét, a saját személyiségünket egy bizonyos mértékig, ami magyarként nem könnyű senkinek sem. Egészen rövidre fordítva, miután együtteseket létrehoztam, menedzseltem, ezért szerveztem, ezért az ember óhatatlanul tapasztalatokat szerzett a legsűkebb művészi területen kívül a körülvevők kulturális művészeti élet miben létét, hogy létét, jól létét, esetleges egészségi állapotát illetően, és bennem feltámadt a tetvágy, hogy ha jó Isten engedi, akkor egyszer tegyek valamit azért, hogy a dolgok jobbra forduljanak.
ezek a művészeti életnek, kulturális életnek a viszonyai, és a Jóisten ezen a nem várt módon ezt a lehetőséget adta, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek és az akadémikus társaknak, hogy ezt a lehetőséget megkaphattam, és igyekezni fogok segíteni a dolgokon. Még egy gyors kérdésem lenne, hogy az eltelt hónapok alatt hogy látja, ez volt ez a munkakör, amit az elképzeléseiben előre látott, vagy pedig vannak újdonságok azért? Nagyon sokat tanulok, tehát minden nap rengeteget tanulok, október 10-e óta, amikor az a bizonyos közgyűlés volt. Minden héten tulajdonképpen más, hogy látom az akadémiát, és azt is meg kell, hogy mondjam, hogy megértem azokat az akadémikus társaimat, akik, mert én magam is akadémikusként, sőt, amikor még készültem erre a közgyűlésre és arra a kis programbeszédre, amelyet ott tarthattam, akkor is egészen más nézőpontból láttam az akadémiát, annak a feladatait, annak a lehetőségeit. Én úgy érzem, hogy nagyon sokat tehetünk a magyar kulturális és művészeti életért a jövőben, és ez nagyon szép és izgalmas feladat. Én azt szoktam mondani, hogy valószínűleg a nyugati civilizációban művész ennél szebb feladatot nem kaphat, mint amelyet én kaptam. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen a beszélgetést, és mindkettejüknek további nagyon jó munkát kívánunk a folytatáshoz is. Gálaestünkön most műveik felidézésével emlékezünk Páskándi Géza és Hubay Miklós Kossuth-díjas írókra, drámaírókra, a Magyar Művészeti Akadémia két kiemelkedő jelentőségű posztumusz tagjára. Páskándi Géza 1933. május 18-án született Szatmárban, iskoláit Erdélyben végezte. Az 56-os magyar forradalom bukását követően perbe fogták, állam elleni izgatásért 6 év börtönre ítélték, amit a Duna Delta egyik munkatáborában kellett letöltenie. Szabadulását követően 1974-ben települt át Magyarországra. Költőként indult, de legendásan sokoldalú és termékeny alkotó volt. 40-nél több megjelent könyve között számos próza és drámakötet is található. A Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja és elnökségi tagja volt. Számos rádiójátékot, filmforgatókönyvet írt, színművei nem egy bemutatót értek meg hazai és erdélyi színházakban. 23 éve, 1995. májusában hunyt el. 85. születésnapja alkalmából verseiből készült összeállítással, és leghíresebb drámája A vendégség egy részletével emlékezünk kiemelkedő életmű hagyatékára. A Dávid Ferencről szóló dráma részletet Kalotaszegről, Erdély népművészetéről, híres vidékéről származó muzsika követi. Bede Péter népzenész szakszofonos közreműködésével szólalnak majd meg a Kalotaszegi hajnalik. Következzenek Páskándi Géza írásai. Páskándi Géza a szó nyomán. Ez is pisis, az is pisis, utoljára egy se pisis. Folklór. Tudom, a szó választ ki minket, akkor láttam, amikor ezer szót egymás mellé tudtam, de közöttük csak egy volt, amelyben hittem. Hittem, általam hiszek benne, pedig hitemet ő akarta, ő választott ki, hogy megimádjam őt. Leírjuk az ezer szavakat, járunk a szó nyomán sziszlető orral vizslák, s ha látjuk messze, űzzük, egyre űzzük, ezer szó mérföldjét tesszük, futjuk egyetlen kis meleg állatért. És azután az ezret válogatjuk, mert megszánjuk az üldözés izgalmát. Sajnáljuk, hogy ezer szavunk mind-mind elsüllyedjen. És az ezerből valami néhánynak, melyen már érzik a megűzött szó szaga, maradásra megkegyelmezünk. És már nem hajtom tovább a verset a lendületnél. Ahol a vers magától megáll, ott befejezem. Ha befejezetlen is, ha függőben marad is, egészebb így, mintha indulaton és lendületen kívüli formába terelném a kerek befejezésért. Így lesz a töredékes líra, melynek egésze egész képet ad. S aztán ebben az egyhangú fűtengerben felpiroslik egy-egy szamóca,
egy-egy kék vagy lila virág, amely kerek, amelynek szára van, kelyhe, szirmai, színe és illata. Ők a füvek meglepetései, amelyeket az egyszínű fűtengert járó vándornak nyújtanak, kárpótlásul. Versek. Bizonyos megvilágításban voltam Isten, rangrejtve, idő. Elhult a hárs, a levelek, uram, a levelek. Így lettem seprűző. Bizonyos megvilágításban az ősz adta a legtöbb hatalmat. Akiben a fájdalom erősebb a szabadságnál, okos, mert van oka, és érzi az okát. De önműködő állat is, akiben a fájdalom erősebb a szabadságnál. Képleteimbe belenősz majd lassan, belesoványodsz képzeletembe, belehízol esztétikámba. Ó, lény! Istent párbajra 8:30-ra menetrend szerint kihívta a vasút társaság. Bár Isten késett, végig azt vallotta, kezdettől fogva ott volt. A líra a jövő közérzete, mondom. Párbajra hív a kávé. A líra a jövő közérzete, mondom. A körte hitetlenül aláhull. A kertben méhek füstje száll, eső szála is fölragyog. Bordahálón pók szív kapaszkodik, kéménybe hull a szándék. Vonalzott ég, beíratlan irkám. Minden fehér terek, meszelt falak magánya, de jó, hogy fölfedez telek. Légyfogón ketten, átkozott sáv a térbe lóg, fejünk tapad, ragadt potrohunk, mállik torunk, halódunk gyönge szárnyal. Ó, ötvös inga! Hanyat fekszem, artista nő fogával tart egy férfit. Ég, ne ejts a földre! Látom, megírtad. Meg. Az igazat írtad? Amit mondtál, azt írtam, semmi többet. Azt hiszed, jobb ez így? Azt hiszed, jobb, ha az igazságomat tudják meg? Azért vagyok őszinte veled, azért mutatok meg mindent, ami itt bévül van. Hogy hát, ha nekem adsz igazat, és te is mellém állsz. Én sohasem állhatok melléd, Ferenc. Miért? Mert engem besúgónak küldtek melléd, Ferenc. És nekem most nincs más hazám, csak ez. Akinek pedig hazája nincs, az csak ahhoz ragaszkodhat, aki befogadja. Akinek hazája nincs, nem szabad lélek, püspököm. Aki mindenkié, az senkié sem. Az én szabadságom ennyi. Végzem a munkámat itt melletted, és úgy kell végeznem, hogy lelki ismeretem sem előtted, sem önmagam előtt, sem pedig a megbízóim előtt ne piszkosuljon. A szabadságom ennyi. Nem magyarázok, csak leírok. Ennyi a becsületem is.
Nem teszem hozzá a magamét. Ennyi az én szabadságom itt és most. De hiszen valamikor azt mondtad, hogy csak akkor vállalod ezt a munkát, ha megbizonyosodsz, hogy hitelveim valóban eretnek itt tanok. Megbizonyosodtam. Ó, miből? Megbizonyosodtam, hogy hitóhitó vagy. És ez bűn? Az én szememben nem. De a megbízóim szemében igen. Hát akkor miért nem a magad ítéletét érvényesíted? Miért az övékét? Mert azzal, hogy elvállaltam ezt a munkát, azt is vállaltam, hogy bűnösnek azt tartom, amit ők is annak tartanak. Leúzzam a bakancsodat. Megmossam a lábadat. Hogy élhet benned egyszerre két kép? Hogy lehet valakiben egyszerre két ítélkezés a bűnről? Így. És ők? Ők miért tartják bűnnek a hitújítást? Mert Blondrata örül, hogy végre alkotmányos egyháza van. A fejedelem örvend, hogy azt a rengeteg hitvitázót, akik a közvéleményt és a közrendet annyiszor megzavarták, végre intézményesen a templom falai közé szorította. Ne feledd el! A fejedelemnek könnyebb az egyházat a vezető papokon keresztül szemmel tartani. Könnyebb a papokat féken tartani, mint azt a sok szétszórt hitvitázót, hitújítót, akik úton útfélen tanaikat hirdetik. Tudod, mit jelent az egyház a fejedelemnek? Az, hogy nem a háta mögött, hanem a szeme előtt zajlik le a hit élete. Megmossam a lábadat. Blondrata tehát azt hiszi, hogy az én hitújító elveim veszélyeztetik alkotmányos egyházunk létét. Nem tudom, mit hisz Blondrata, de erre hivatkozik. És te azt hiszed, hogy ha már alkotmányos egyházunk van, nincs többé szükség semmilyen újításra? Én azt hiszem, hogy újításra örökkön-örökké szükség van. De én csak egy... Tudod, Ferenc, hogy én mi vagyok? Igen. Te mondtad nekem, hogy jobb számomra a te árulásod, mint az idegeneké. Igazad volt? De nekem még a hóhér elégtétele sincs meg. A hóhér lelkiismerete tiszta. Mert tudja, hogy egy gonosztevőt nyakaz le, és mégis vállaltam. Ennyit tehettem én, Ferenc. Mondd meg igaz lelkedre, mi rosszat tettél életedben? Könnyítsd meg a dolgomat. Könnyítsd meg az én nehéz árulásomat. Ha csak? Talán. Tehettem volna sok rosszat. És miért nem tettél? Azt hiszem, tunya voltam a bűnre. Mire voltál serény? Hogy az emberek eszét használjam segítőként, hogy az emberek értelme legyen hitem gyámolítója. Az emberek eszén át akartam lelkükhöz férkőzni. Mégis gyűlölnek. Nem csak a katolikusok, már-már az unitáriusok is, a fejedelemről nem is szólva. Hogy van az, hogy valaki nem tesz semmi rosszat, mégis az életére törnek? Mondottam már, a saját félelmüket, a saját gyávaságukat gyűlölik bennem. A fejedelem pedig és a többiek, mindazokat, akik kényelmetlenek az emberek számára, igyekeznek eltenni láb alól. Taníts! Hogyan kényelmetlenek? Azok kényelmetlenek az emberek számára, akiktől nem azt a választ kapják, amit ők szeretnének. Amit ők már lelkükben jó előre eldöntöttek. Azok kényelmetlenek az emberek számára, akik nem adnak nyugalmat, nem nyújtanak pihenőt a lelki ismeretnek. Akik mindig kérdeznek, még akkor is, amidőn mindenki minden választ mindenre vár megadott. Ezek a kényelmetlen emberek. Ezek sose ölnek. Ezeket mindig megölik. És te ilyen vagy? Még élek. De miért van olyan kevés híved? Több van, mint gondolnád. Csak félelemből letagadjuk magukat az utcán, a házakban, az országgyűlésben, vagy pedig
A más hitűek tagadják le őket, és ők valamennyien engem. És a más egyházak miért gyűlölnek jobban téged, mint Bladratát, aki pedig szintén unitárius? Mert veszélyesebb vagyok számukra. Én prédikációimmal néhány év alatt egész Erdélyt unitáriussá tettem volna. Legalábbis akkor így éreztem. De mi lett volna akkor a katolikus és protestáns papsággal? Vagy áttérnek az új hitre, vagy nem lesznek papok többé, elveszítik minden kiváltságukat. Ám ha át is tértek volna, nem bizonyos, hogy ugyanazt a címet és rangot kapják az egyházban, mint amelyik azelőtt a régi egyházban az övék volt. Hiszen a mi egyházunk ráadásul még egyszerűbb is. Ezért tehát nem csoda, hogy tiltakoznak. Pedig én soha senkit nem erőltettem. Hagytam, hogy a hit a lélekben válasszon utat. És ekkor jött az új fejedelem. Igen. Számára veszélytelen unitáriusok kellenek, olyanok, akik lemondanak az új hívek szerzéséről, sőt, akik a régi hívek egy részéről is lemondanak a katolikusság javára. Hát, ezért nem kellek én a fejedelemnek. Én élő egyházat akarok. Ők pedig olyat, amely csak megőrizni akarja a legszerényebb önmagát, és sokkal inkább hajlandó veszíteni a híveket, semmint szerezni. Nem is a hitújításom a bűn. Az én igazi bűnöm, hogy nem akartam múzeumba tenni az egyházamat. Fejleszteni, növelni akartam. Az érvek hatalmával, Istentől kapott érvekkel és békével. Ezért nem kellek én a fejedelemnek. És ezért kell Blandrata, aki inkább ezer unitáriusról lemond a katolikusság javára, csak hogy le ne kelljen mondani a egyetlen pap küldöttről az országgyűlésben. Nem a hitújításért üldöznek tehát? Nem. A teológiához ez a fejedelem úgy sem ért. De ért ahhoz, hogy paptársaimat ellenem uszítsa, mert ő nem közöttem és közötte kíván harcot. Ebből úgy is ő kerül neki vesztesen. Ő saját paptársaimmal akar szembevinni, mert tudja, akit szerettek vagy szeretnek, az csak belsők dönthetik meg. Legalábbis szerencsésebb, ha hiten belüliek döntik meg. Ezért támadtad papukkal engem, és egyelőre nem katonákkal. Útjában vagy a fejedelemnek. És ezzel nem lehet segíteni. Én is azt hiszem, hogy nem. De te ne szomorkodj. Végezd a dolgod, amit elvállaltál. Én már nem is tudom, mit vállaltam el. Talán már én sem. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz valakit elárulni. És téged, Ferenc, talán mindenkinél nehezebb. Nyugodj meg, Szocsino. Én téged, csak is téged akartalak. Másokkal is megkörnyékeztek már. De senkinek nem sikerült kicsalni a belőlem semmit. Ide jöttek a házamba, vitatkozni kívántak. De én hallgattam. Nem nyíltam meg senkinek. Ha már nem adatott meg más szabadság, ragaszkodtam ehhez az egyetlen és utolsó szabadságomhoz. Hogy én válasszam ki azt az embert, aki elárulhat engem. Thank you.
100 éve, 1918. április 3-án Nagyváradon született Hubay Miklós, Kossuth-díjas próza és drámaíró, esszéista, műfordító, az olasz nyelv és irodalom professzora, a Magyar Művészeti Akadémia posztumusz tagja, aki szinte napra pontosan 7 éve, 2011. május 7-én hunyt el. Károsi Endre József Attila díjas költőt, egyetemi tanárt kértük fel nagy tisztelettel arra, hogy segítsen nekünk felidézni Hubay Miklós életművét, pályáját, személyiségét. Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elvállalta. Köszönöm szépen a lehetőséget is, és az alkalmat, hogy Hubay Miklósról tudunk beszélni. Akit, ha már én beszélek róla, hadd áruljam el, viszonylag későn, 1985-ben ismertem talán személyesen meg. Viszont egy olyan mély barátság alakult azután közöttünk ki, ami nekem még, hát egy a jó 30 év volt köztünk, ami nekem még nagyon sokat számított a későbbi pályámon. Na most, a legtöbben, akik itt ülnek, akik itt ültök, írói életművét, többé-kevésbé ismerjük, ismeritek a színházi darabjait, de ugye itt nem csak darabokról és drámákról beszélünk, hanem ő tanított is maga idejében, akkor még főiskoláknak hívott intézményben, amellett pedig dramaturgként rengeteg dolgot csinált, több drámát, fontos drámát fordított le, mint a Sartre darab jut hirtelen eszembe, hogy a Főbelövendő klubja. Tehát tulajdonképpen ő a színházat is, a drámát is úgy tekintettem, mint általában az irodalmat is, hogy valahogy az emberek együttműködésében, az emberek közösségében nyeri el az értelmét. Jó, színháznál ugye azt mondjuk, hogy igen, hát ez logikus, hiszen a színház ilyen. De ami fantasztikus volt a Miklósban, és hogy mondjam, hát nem azt mondom, hogy senki nem képes erre, de ami azért feltűnő volt, az, hogy a műveltség, a kultúra, az az ő élete volt. Tehát árad belőle a műveltség és a kultúra, és bármilyen, meg kell jegyezzem, hogy általában többnyire itthon is találkoztunk, de hát mivel én is italianista vagyok, Miklós akkor pedig a Firenzei Egyetemen már sok éve tanította a magyar irodalmat, és több száz hallgató vizsgázott nála, és nagyon lelkesen beszéltek a
Hubairól, Hubai Miklósról. Tehát azt tudom mondani, hogy megszerettette emberek százaival a magyar irodalmat. Ez nem azt jelenti, hogy mit tudom én, rendszeres olvasó illettek egész életükre nézve, de hogy rokon szenved szimpátiát szereztek ez iránt, és később jó néhányan, mondjuk így komolyabb magyar tanulmányokat, magyar filológiai tanulmányokat folytattak, abban Hubai Miklósnak érdeme volt. És ahogy például sétálgattunk igen sokat Rómában, a Campo dei Fiorin például, emlékszem, hogy sétál közben egyszer csak eszébe jutott, hogy itt lakik egy festő, barátom, felvitt egy festőhöz. Akkoriban volt, hogy találkoztunk Ligeti Miklós, fiatal karmester volt akkor, és leültünk együtt a szintén a Campo dei Fiorin beszélgetni. Tehát Miklós mindenkit ismert, mindenkiről tudott mindent, és ugyanakkor, ami szintén, hát egészen én tudom, hogy abban az időben, amikor Miklós is tanult, ugye a memoriterek azok, hogy mondjam, didaktikai és módszertani tanulási eszközök voltak, de hát mindenről egy Ady idézet jutott az eszébe, egy József Attila idézet jutott, egy Dzsida Jenő idézet jutott az eszébe, és azt mondta, beszélgetés közben, bárkivel találkoztunk, mindig eszébe jutott egy idézet, azt mondta, tehát erre az emberek közötti mély szellemi kommunikációnak a átélésére gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy az irodalmat is egy ilyen közös gondolkodásnak, köztevékenységnek fogta fel. És hát hadd ne mondjam, hogy most túl a Firenzei Egyetemen, de az ő egész itáliai tevékenységével nagyon sok emberrel megszeretette a magyar irodalmat, magyar kultúrát. Még egy fontos dolgot mondanék, hogy igazán elsőre leginkább az is, hát hogy úgy mondjam, összehozott bennünket, hogy én akkoriban sokat foglalkoztam Michelangelónak a költészetével, és hát Miklós ugye lelkes Michelangelo kutató volt a maga módján, hiszen az egyik legnagyobb Michelangelo kutató Tolnai Károly, Sárde Tolnai, hogy mondjuk így tanítványa volt fiatal korában. Tehát még ez a dolog is összekötött bennünket, kiváló Michelangelo rajzgyűjteményei voltak, ezek nyilván kis példányszámú, eredetiről készült kis példányszámú sorozatok voltak. Szkárosi Endrének nagyon szépen köszönjük. Nem haragszik, fölírtunk vagy 150 kérdést. Nem tesszük fel egyenként, mert mindegyikre válaszoltam. Mindegyikre válaszoltam. Köszönöm a lehetőséget. Hadd tegyek még annyit hozzá, hogy egyébként pont Rómából jöttem haza ma délután, a Campo dei Fioriról, és Miklós velünk volt. Örülünk, hogy itt volt. Köszönjük szépen. Köszönjük. És folytatjuk Hubai Miklós utolsó színműve, az Elnémulás. Egy korunkra jellemző, szomorú történetet jelenít meg. A kihaló félben lévő friuli nyelvnek állít emléket azzal, hogy felidézi a nyelv utolsó beszélőinek alakját. Az Elnémulás margójára címmel megírta a téma megtalálásának különös történetét is. Estünk befejező részében ebből az írásból és magából a színműből hallunk már is részleteket. Végül pedig a Magyar Népzenei Nagykövetség zenéjével zárjuk mai gálánkat. A záródallamok ismét Boncidáról valók, román lassú forgatós táncdallamokat és ritka magyar férfi táncdallamokat hallunk. További nagyon szép estét kívánok önöknek. Az Elnémulás margójára. Már a színdarab címe is ugyebár illik egy drámaírói életmű végére. Pláne ha rászánnám magam, hogy nyomon kövessem azoknak a motívumoknak rejtett szálait, amelyek legelső emlékeimhez Nagyvárathoz kötnek. Szülővárosomban, Nagyváradon, amely épp születésem táján cserélt gazdát, ahogy akkoriban mondták, impériumot. Állunk az Úri utcán anyámmal, a fehér papok templomával szemben, és némán nézzük, hogyan költöztetik kifelé a gimnázium könyvtárát, szertárát. Hogyan is fogok én tovább tanulni magyarul szülővárosomban? Erősebben szorítottam anyám kezét.
Azóta közbe jött szinte az egész 20. század mindvégig felmerülő hasonló kérdéseivel, vége érhetetlen magyarázkodásokba vesző kataklizmáival. Túl messzire is vezetne ez ma már. Vágjunk hát a dolgok közepébe, a horáciuszi jó tanács szerint, in medias res. Váratlanul csengettek be pesti lakásomon pár éve ennek. Két úr Friuliból. A két vendég Észak-Olaszországnak abból a tartományából jött, amely a Triest-Velence-Udine háromszögbe esik, és legközelebb van Magyarországhoz. A földrajzi nevek ott még őrzik 1100-1200 év után is kalandozásaink emlékét, Strada Ungarorum. És a világháborús temetőik az odavezényelt 100 000 magyar baka, huszár, tüzér tetemét. Az a doberdói tető, amelyről a talán legutolsó magyar népdal szól, szintén Friuliban van. És ott folyik az Isonzó, az iszonyú folyó. Az egyik friuli vendégem, régi barátomat üdvözölhettem, Danilo de Marco fotográfust. Amióta ismerem, bámulom és szeretem benne azt a szent nyugtalanságot, amely az elnyomott népek, a nyelvükben fenyegetett kisebbségek, az ősi kultúrák eltűnő nyomai felé hajtja őt szüntelen. Világjáró. Otthon van Tibetben, vállalja az életveszélyt Törökországnak kurdok lakta vidékein, Mexikóban együtt él a gerillákkal, és Dél-Amerikában a pusztulásra ítélt indián törzsekkel. Most bemutatta kísérőjét, Federico Rossi urat, aki már több mint egy évtizede minden évben megrendezi a Friuli Nyelv és Kultúra Fesztiválját. Egy elhagyott mezőgazdasági központ Csűrjeiben, Pajtáiban és Csillagosege alatt. Igazából most hallottam tőlük először a friuli nyelvről. Eddig csak azt tudtam, hogy közelebb áll a svájci őskantonok völgyeiben élő ladinok nyelvéhez, mint az irodalmi olaszhoz, ám lehet, hogy ezt is rosszul tudtam. És ez a kis nyelv, hányan is beszélik? 52 000-en, de inkább csak otthon. Szóval ez a kis nyelv Pasolini révén a 20. században világirodalmi jelentőségű költészetet virágzott. Az vezette őket a nyomomra, hogy hallották, drámát írtam egy nyelv haláláról. A színdarabért jöttünk, mondta Danilo még az ajtóban. Hol a kézirat? Kérdés volt ez, de számomra nyugtalanító számonkérés. Hisz be kellett vallanom, azt a színdarabot nem fejeztem be azóta se. És ami megvolt belőle, kéziratát, jegyzeteit, elveszített. És elmondtam, hogy pár évvel ezelőtt, amikor a PEN kongresszusára Rio de Janeiroba mentem, Vesztemre magammal vittem a kézirataimat. Az az ábrándos gondolat vezetett, hogy majd ott, Brazíliában talán alkalmam lesz szemtől szemben is meglátnom az ősi indián kultúrák még ma is tartó kihunytát az Amazonas őserdeiben. Sokat olvastam már erről, épp e színdarab megírására készülőben. Ám egy vasárnap hajnalban, amikor a riói Copacabana szálló portáján, miközben kintről már tülkölt a repülőtérre vívő autó, a sietségben ott felejtettem azt a táskát, amelyben épp ezek a kézirataim voltak. Freud óta eféle ott felejtésre már nem mentség az, hogy véletlen volt. Mert hiába utána minden kétségbeesés, telefonálgatás, utitársaim baráti részvéte, letagadhatatlanul dolgozott bennem egyfajta felszabadulás érzése is. Hisz most már nem kell többé folytatnom a küzdelmet a lehetetlennel. A sors közbeszólt. Egy rögeszmével kevesebb. Miért épp nekem kelljen drámaírói feladatként szembenéznem a 20. század, és talán a következő századoknak is legrohadtabb tendenciájával? A kisebbségi és egyéb védtelen etnikumok nyelvének, kultúrájának üldözésével, esetleg a kultúra hordozó etnikumnak is a kiirtásával. Vagy ahogy ma az újságírók és diplomaták finoman mondani szokták, micsoda vérlázító eufémizmus ez, az úgynevezett etnikai tisztogatással. Ez lett a készülő drámám magja.
Ezt kérték számon rajtam olaszországi vendégeim, hogy a színdarabot, amely egy nyelv végóráiról szólna, friuli nyelvre fordítsák és bemutassák annak az 52 000 embernek, aki otthon még ezt a nyelvet beszéli. A hosszú nyári napok vége felé mindent beborított a hársak sűrű méz édes illata. Egész friuli tele van hársfákkal, és ilyenkor szálltak fel a szomszédos kisvárosból, Avianóból, a bombázó repülőgépek rajai, mentek keletre, Szerbia felé. És a röpke nyári éjszakák végeztével pirkadatkor már jöttek is vissza, terhüktől látnivalóan megkönnyebbedve. Ezek a bódító, szorongásos éjszakai órák szolgáltak nekem a munkára, a drámaírásra. Hogy kerültem Friuliba? Miután semmi garanciája nem volt annak, hogy Budapesten maradva hozzálátok az elveszett félig kész dráma újbóli megírásához, olasz barátaim meghívtak Friuliba. Ki is hoztak. És ott, San Vito városában, bedugtak a városi könyvtár vendégszobájába, és tapintatosan mindenről gondoskodva, a beavatott könyvtárosokkal, meg a szemben lévő bár törzsvendégeivel, lassanként San Vito egész népével, várták, hogy elkészüljön a magyar író a drámájával, meg talán tükrözni fogja az ő sorsukat is. El is készült. És ahogy készült, szinte párhuzamosan fordította is Federico Rossi úr friuli nyelvre. Hogy a szöveg gyorsabban átjusson a nyelvek akadályversenyén, életemben először idegen nyelven körmöltem a dialógusokat, olaszul. Ez talán még hasznos is volt. A nyelvismeret szűkössége jobban rászorított, hogy pusztán a cselekményre, az akcióra koncentráljak. És ez jót tesz minden dráma drámaiságának. De még azon a nyáron, a fesztiválon felolvasták a frissen elkészült fordítást. Darabom előadására az egykori gabonaraktár szolgált. A renegát. Ma éjszaka pezsgőben fürödhet itt mindenki, a győzelem ünnepe. Ezek a nagy luxusszállók mindennel fel vannak szerelve. A tábornokok és vezérőrnagyok biztos ezért is imádják az ilyen ötcsillagos szállodákat. Lefoglalják az egész hotelt, fölöttünk a bálterem és micsoda királyi lakosztályok. A bárban a nemzetközi sajtó, a hadipar és az ötcsillagos kurvák. A kapuban őrség, a szálló előtt parkolni tilos. A fentről lehallatszó dal dudorászva kivesz a vödörből egy pezsgős üveget, és kidugaszolja. Pezsgőben fürdöm én! Ezt ismerik a vígözvegy. Fent áll a bál. A pezsgővel locsolja a padlót. Egyedül nekem nem szabad innom. Ma éjszaka szolgálatban vagyok. Kényes szolgálat, bizalmas. A nemzetközi sajtó nem is ütheti bele az orrát. Erről ennyit. Ez is maradjon köztünk. Az ezredes azt mondta, ha minden simán megy, leesik nekem még egy kitüntetés. Már most is én vagyok a legszebben dekorált altisz a megszállt zónában. A többiek berúghatnak én nem. Nekem teljes abstinencia. Farzsebéből lapos viszkis üveget vesz elő, jó meghúzza, leül és a közönség felé. Na, így azért már mindjárt más. Maguk igazán szerencsések, mert mielőtt felmegy itt mögöttem ez a függöny, minden szükséges információt megkaphatnak, s éppen tőlem. Én ugyanis lehetek objektív, nem úgy, mint a világ sajtó. Én nem tartozom se ide, se oda. Vagy ha tetszik, ide is, meg oda is. Ki vagyok én? Ó, bocsánat, hát még be sem mutatkoztam. Feláll, vokacsattintás, cinikusan szincerizál. Renegát vagyok. Hogy ez mit jelent? Van, aki azt mondja áruló, én azt mondom, a renegát a túlélés szinonimája. Nekem, egyedül nekem sikerült túlélnem az egész népemet. Nagy szó ez, hiszen a nép, amelyből jöttem, lényegében eltűnt a föld színéről. Holnap reggeltől kezdve ide lehet engedni a nemzetközi ellenőröket,
no problem, a nyelvünket se beszéli már senki, fini kaput. Holt nyelv, én se beszélem, Isten őriz. Vigyázok a nyelvemre, nem akarok lebukni. Ha a világ legszebb nője azt mondaná nekem az utcasarkon, az anyanyelvemen, gyere be szép katona, én csak mutogatnék, hogy mit beszélsz, ha nem értelek. Pedig látják, dehogy is felejtettem én el. Csak hogy senki előtt soha egy szót se ezen a nyelven. Hogy most akkor maguk a miért, hogy beszélek? Hát ez más, hát maguk itt színházi közönség. Egy másik bolygó lakói. Leföl sétál. Mars lakók! Különben egy szót sem ezen a nyelven. Még álmomban sem, megtanultam álom nélkül aludni. Egészségesebb is. Így hát nem is sejti senki a származásomat. Talán valahol fent, odafent. És ők annál jobban megbecsülnek. Iszik, most már kihívóan. Renegált vagyok! És a parancsot mindig végrehajtottam. Nekem is részem volt benne, hogy ez a nép az én népem. Volt, nincs, de én leszek. Ha valaki, én csak tudom, mi az, amit olyan bájosan etnikai tisztogatásnak neveznek. Renegát vagyok. Nem mindenkinek sikerült megtagadni a fajtáját, pedig hányan megpróbálják, hogy nekik ez semmi, hogy ők ezt megússzák. Szép előre menettel, boldog családi élet, szőszke gyermek, nyaraló. Aztán egyszer csak szájukba veszik a puskájuk csövét. Dur. Én nyugodt lélekkel mondhatom, hogy nekem sikerült. Egy zökkenőmentes katonai karrier. De nem akarok dicsekedni. Beszéljünk inkább a jezsuitáról. Nem, most nem iszom. Nagyon észnél kell lenni. Bármelyik pillanatban beállíthat ide ez a takonypóc, az a kis pap. Növekvő idegességében azért megint iszik egy kortyot. Nincs senki ezen a világon, aki jobban lenne informálva, mint a jezsuiták. Talán a tőzsde. Az se. Mi ennek az egész övezetnek a pacifikálását simán elvégeztük, anélkül, hogy a külföldi tudósítók beleütötték volna az orrukat. A rögtönítélő bíróság is zavartalanul végezte itt a munkáját. Ma volt az utolsó tárgyalás, zárt tárgyalás, és még ki se hirdették az ítéletet, halál. Már hoznak egy bőrigázott ifjú tisztelendő, taknyanyála összefolyik, hogy 24 óra óta várja a zóna határon a belépést. Mindenféle levelekkel volt felszerelve, rendőrfőnöktől, püspöktől, kormányzói láttamozással, hogy hát ő együtt akarja tölteni az utolsó éjszakát az elítélt hölgyel. Miféle elítélt hölgyről beszél, tisztelendő úr? Kérdi az ezredesünk. Erre a papocska már darálja is a nő nevét, anyja nevét, születési évét, de ezek mindent tudnak. Hát még az ítéletet is előre tudta. Na jó, hát ezt nem volt nehéz kitalálni. Nem fog tisztelendőséget zöldágra jutni az illető hölgyel, ugyanis az a kurva az Istennek se hajlandó megszólalni más nyelven, csak a sajátján, mert hogy neki erre alkotmányos joga van. A bíróság előtt ezért ki se nyitotta a száját. Annál jobb, kiáltott föl a pap, mert hogy ő ismeri ezt a nyelvet, és hogy ő épp azért jön, hogy gyakorolja, ő konverzálni óhajt, nyelvleckét venni, utolsó alkalom. Hogy lehet megtanulni ezt a lehetetlen idiómát? És úgy tettem, mintha szívből kacagnék. Gyönyörű nyelv. A pap mondja az én ezerszer megtagadott anyanyelvemről. És elmondta, hogy ő ezt a nyelvet a rendház jól felszerelt könyvtárában régi misszionáriusok írásaiból tanulta meg. Én olyan fapofával álltam ott az ezredes mellett, mintha nem is az én anyanyelvemről volna szó. Hát engem nem fog lebuktatni ez a nyelvbuzi, inkább én őt. Így hát ma ilyen szép csendben tanulja lehetek egy nép, az én népem, Csit, utolsó drámájának, utolsó órájának. Mert aztán holnap reggeltől csak ugyan, fini,
Kaput. Halt nyelv. Amikor felkel a nap, az a sok odafent táncoló katonatiszt mind letódul ide a pincébe, hogy meglesse, vajon a nők is elélveznek-e, amikor akasztják őket. Én pedig itt a függöny mögött a síralomházban viszont láthatom még egyszer utoljára azt az asszonyt, akinek az emléke jobban él bennem, mint a többi százé. Hány százé, akiken az etnikai tisztogatás során keresztül mentünk. Micsoda asszonyok. Az ezredes rám is kacsintott, amikor a fokozott a biztonság okából ide rendelte. Visszakacsintottam. Oké, mon colonel. Nem lesz akármilyen mulatság. Egy árva mukkanás nélkül végighallgatni, hogy mit tud mondani ez az angyali nős, tény ördög, annak a balfasz kis tisztelendőnek. És viszont azután pedig még én is megpróbálhatok utolsó vigasztalást nyújtani az elítéltnek. A darabban felhangzó dallam, amelyet Alleluja a főhősnő énekel, egy távoli meotiszi dallam. Eurázsia milyen messzi tájain, a történelem előtti korok milyen mély rétegeiben fakadhatott a dallam, amelyet én a Gellért-hegyi, majd Naphegy utcai házunkban hallottam a múlt század 50-es éveiben. Azt hiszem, ezt a töretlen, tiszta ívű dalt mindenütt fiatal asszonyok énekelték. Nálunk is. Elválaszthatatlan tőle a fehér muszlim függönyös Mózes kosár képe. Folyik a víz, áll a part, elmegyünk innen. Elveszett édenek ős hazák. Olaszországban a színészek kérték a kottát vagy a dalt magnószalagon. A Magyar Rádió kitűnő zenei rendezője Rüttner Sándor járt a kezünkre. Hangmérnököt küldött, és fél évszázad múltán megint felhangzott ez az üde, kristálytiszta dallam egy betegszobában. Erről a magnó szalagról szólt aztán Friuliban az emlékezés előadásán a Cseremis dallam magyarul. Barbárdal? Az csordultik tele emberi fájdalommal. A darab komponálása közben gyakran kérdeztem magamtól, hogy melyik földrészen élt az a nép, amelynek utolsó pillanatait látjuk. Észak- vagy Dél-Amerikában, a Kaukázusban vagy Szibériában, valahol Közép-Európában, netán Afrikában. Hiszen az a párizsi egyetemista lány a magyar szakosok színjátszó csoportjának tagja, aki szerepet kért tőlem, elefántcsontparti volt. Játszódhatik-e a darab bárhol a földgolyón? Sajnos. Mindenütt, ahol egy néplába alatt a multik olajat vagy uránt sejtenek, ahol kivágják az őserdőket, és ahol a mészárszékben éppen most mérik ki az utolsó bölények, az utolsó delfinek és angyalok húsát. Drámáimban a témának hosszú éveken, évtizedeken át tartó megmunkálása, bütykölése során bele évgyűrűzik a közben futó idő is. Ott hagyja maga rejtélyes üzeneteit a korról és az író életéről.
Mi leszel, ha nagy leszel? Énekesnő? Nem kell azért félni. Akkor is együtt leszünk. Hinta-palinta, 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 hinta-palinta. Hopp! Csak összeszorítjuk a szemünket, és átesünk rajta. Átröpülünk. Csak röpülünk, röpülünk a csillagok között, és egyszer csak Ninikit látnak szemeink. Hát ott várnak minket egy folyóvíz partján a kedves dédszülők, nagyszülők. Nagy lesz az öröm, na végre mi is megérkeztünk. Téged a karjukba kapnak, búzavirágból font koszorút kapsz, fog az illeni a búzavirág kék szemedhez. És ott lesznek a kisbátyáid is. És megtanulsz majd kacagni. Na, kacag már. Kacag már. Kacagjunk együtt. Mi az? Minek szék ide? Kit akartok idehozni? Az apámat megöltétek, az anyámat megöltétek, minden testvéremet megöltétek, és én ezt láttam! Ne haragudj, ne haragudj, ne haragudj, kicsi virágom, ne haragudj, ne haragudj. Tudod, nálunk az volt a szokásban, hogy az asszony, ha észrevette, hogy teherbe esett, csupa szép dolgokat suttogott és dúdolgatott a magzatának, hogy kedve legyen a kicsi rózsabimbónak kinyílni erre a világra. Mesélték, hogy volt egy kislány, aki miközben kibújt az anya hasából, nem ordított, hanem talált. 9 hónap alatt minden dalt megtanult. Minden. Engem aztán az én anyám jó becsapott. Ő is minden szépet és jót ígért nekem, és mi várt rá? Én téged nem akarlak becsapni. Nem, nem. Nem. Hiába vagy tele dallal, nem lesz több muzsika. Te se leszel. Többi gyerek se lesz, én se leszek. Hidd el, világ megváltója! Az én halálom se lesz kellemesebb a tiédnél! Mondhatok én akármit. Úgy sincs, aki érteni. Se ember, se Isten. Itt azért a földön, azért mégiscsak a legszebbek a virágok, a madarak és a csillagok. Értük, érdemes a világra jönni. A virágoknak már a nevük is szép, majd olyan szép, mint maga a virág. 100-szor szép. Árvácska, élek halok fű. Én is az anyámtól tanultam. Ő aztán minden virágnak tudta a nevét. Ezernyíló, csillagvirág, tűzgyöngye, tűzlilium, erdőtündére, teljes égő szerelem, aranyszékfű, ne felejts! Kék, ne felejts! De ne felejts, kék volt. A lilium meg fehér, sötét erdőben nyílott. Meg aztán vannak olyan virágok, amelyek elmulasztják a fájdalmakat, és vannak olyanok is, amelyeket ha megrágunk, rögtön énekelni, meg táncolni lesz muszáj. Meg olyanok is, amelyektől mindent elfelejtünk. Holnap hajnalban együtt megyünk a virágos réten. Megyünk, mendegélünk, és egyszerre csak Nini. Kit látnak szemeink? Ki jön velünk szebbe?
Hát a nagyanyád, ő már hajnal hasadás előtt kijár füveket szedni. Szórja a virágot a lábad elé, azon még mendegélsz. Még mendegélsz, szélsz, még mendegélsz, szélsz, még mendegélsz, szélsz, még mendegélsz, szélsz. Mimi? Ez mind az enyém? Aki ezt megrágja, az érteni fogja a madarak beszédét. Édes! Jó ízű. Na? Nem hallod? Nem hallod? Itt dalol. Itt énekel valahol a közelben. Elbújt. Minek hozol nekem halbódító füvet? Nem vagyok én hal. Hát nem hallod, hogy ő énekel. Kint ül egy faágon, és dalol. Egész úton a nyomomba volt, és csak dalolt. Nem akarta, hogy kiszakítsak belőlem. És hogy cifrázol? Keledi, jó fiú! Keledi, jó fiú! Most megint tovább repült. Keledi, jó fiú! Gyere vissza! Hová repültél? Hova tűntél? Gyere vissza, röpülj vissza édesanyád ablakára! Röpülj vissza! Hova lettél? Én már nem látom sehol. Hangját? Ti halljátok? Én már nem. Mennyei harangok húzatlan szólanak. A mennyei kapu nyitatlan megnyílik, és bévitték a mennyországba az én kislányomat. Kislány volt. Én mindig lányt akartam. És láttam őt. Ezzel a kép szememmel láttam. Darabokban szedték ki belőlem! Nem fogunk már együtt hintázni, mert nem leszel ott velem. Egyedül lógok majd a kereszten. Megyek már! Ennyi mindent szerettem volna még elmondani neked, kezdve a világ teremtésétől, de... Most már nem lesz neked érdemes gyógynövényeket szedned, mert senki nem fogja tudni a nevüket. A csillagokét se, most már akár le is eshetnek az égről. Manapság a hóhér... Nem szokta levágni az elítéltek haját, ugye? Ugye? Folyik a víz, áll a part. Folyik a víz,
még más. Elmegyünk innen, marad más. Sahogy szület,